Tóth Erika. Gera Lajos emlékplakettel kitüntetett játékmester. Csak nem 3 évtizede odaadó gondozója a Magyar Állami Operaház repertoár előadásainak. Felkészültségét és megbecsültségét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy Szinetár Miklós az Operaház szobor teraszán is megörökítené. De lássuk, hogyan birkózik meg a kérdésekkel alfától operáig. Milyen állat lennél szívesen, illetve ha muszáj? Teknős, egész egyszerűen teknős. Szárazföldi. Naponta mennyit nyomogatod a telefonod, és ha igen, miért olyan sokat? Nem nyomogatom sokat, az esti órákban nyomogatom, de jellemzően nem sokat. Főként munkaügyből kifolyólag nyomogatom. Asztalnál üldögélés, vagy inkább táncparketten tombolás? Asztalnál üldögélés, egyértelműen. Kitől örökölted a legjobb tulajdonságodat? Talán az édesapámtól. Azt, hogy határozott vagyok és kemény, nagyjából megtörhetetlen. Fellépnél a Moulin Rouge-ban? Nem, de szerintem a közönség is jobban jár, hogyha nem teszem. Hogy bírod, ha dugóban kell ülni? Klausztrofóbia? Nincs klausztrofóbiám, de rettenetesen dühít a dugó, ezért, hogyha tehetem, akkor csak a metróállomásig jövök autóval, hogy ne kelljen öttel mennem végig a nagykörúton. Beszélgettél-e már úgy valakivel, hogy elsőre nem tudtad, kit is rejt a maszk? Maszk nélkül is beszélgettem már úgy valakivel, hogy sok év után ő megismert, fogalmam nincs, a mai napig nem tudom, hogy kivel, de a maszkokban azért megismerem az embereket. Volt-e olyan gesztusa, tette, barátodnak vagy barátnődnek, amivel sok év után is meg tudott lepni? Ezt most így hirtelen nem jut ilyen eszemben. Elég jól ismerem az embereket, tehát nagyon komoly meglepetéseket nem tudnak okozni se pro, se kontra. Néztek-e tévét a konyhában, hálószobában? Nem, egy televíziónk van, de azt sem nagyon nézzük, maximum, hogyha valami filmet letöltünk, akkor ilyen szempontból igen, de televíziót nem nézek. Van-e bármilyen sportágban díjad? Van. Egész kicsi gyerekkoromban úszópalánta voltam, onnan sok díjam van. Aztán 8 évig kajakoztam, onnan is sok díjam van, és 7 éve újra kezdtem a kajakozást, úgyhogy minden évben indulok egy Masters bajnokságon, és szinte minden évben valami miatt díjaznak. Szeretsz modellezni? Építettél már terepasztalt? Láttál olyat, ami lenyűgözött? Nem, nem szeretek modellezni, amit szeretek, azt a saját kertemet építgetni. 2,5 éve építem, jószerével semmi látszatja, de folyamatos munkában vagyok. Milyen jó tanácsot adnál egy hozzánk érkező külföldinek? Próbálja meg itt jól érezni magát, talán ezt. Külföldi utazás során kipróbálod a helyi specialitásokat? Mindig kipróbálom a helyi specialitásokat, kivéve, hogyha azok vízből jövő állatok, mert azokat nem eszem meg. Oda mersz menni idegenekhez útbaigazítást kérni külföldön? Igen, elég gátlástalanul, még akkor is, ha nem beszélem a nyelvüket. Ha bármelyik természeti képződménynél énekelhetnél vagy táncolhatnál, hol lenne az? Jézusom, szerintem miután én nem egy színpadra termett alkat vagyok, és semmi közöm a művészeket, én azt gondolom, hogy sehol semmit nem szeretnék előadni. Inkább csendesen szemlélődök. Tartod valamelyik világnapot? A teknősök világnapját. Én nagy teknős fán vagyok, és olyankor mindig történik valami a kis állatkáimmal. Volt-e gond a magatartásoddal? Volt. Nem folyamatosan gond volt a magatartásommal nagyjából 20 éves koromig. Aztán addigra benőtt a fejem lágya, és úgy megszűntek ezek a problémák. Számodra mi a Magyar Állami Operaház? Otthon, munkahely, kikapcsolódás? Miután ez idáig több időt töltöttem az opera kötelékében, mint anélkül, szerintem ez jószerével félig meddig a családom és az otthonom. Kedvenc anekdotád van-e az Erkelből? Hát, nagyon sok anekdotám lenne, de ezeket nem lehet felsorolni, és az Erkel Színház amúgy is a szívem csücske. De most így nem tudnék kiválasztani egyet. Amikor 2016-ban először rendezvényt vittünk oda, biztos nem hittél az Eiffel Műhelyházban, igaz? Miért? De hittem benne, és az első rendezvények egyikében benne is voltam a kairói Ludban, ami egy rémes emlék tulajdonképpen, mert iszonyatosan hideg volt, nem voltak ajtók és jószerével ablakok sem, és a sithalmon kellett átmászni, hogy bejöjjünk Toronykői Attilával világítani, és 2 teljes napot végig fáztunk a nézőtérre, hogy bevilágítsuk a kairói Ludat. Hány gombóc fagyit tudsz megenni? Hát nem nagyon eszem fagylaltot, de ha muszáj, akkor 2. Szuper.